Kálmán Imre örökbecsű remek műve, az operett irodalom egyik alapvetése, a Csárdás királynő székesfehérvári bemutatójára még várni kell. Mohácsi János rendezőként néha még tűnődik és töpreng, ugyanakkor nem tagadja meg önmagát, rendezésében új életre kelti a játékos és mosolygos komédiát, annak mai magyarázataival. Itt a fontos az volt, hogy a társulat találkozzon a darabbal, tehát ez a leglényegesebb, mert az előadás az csak úgy születik, hogy bármely színház társulata összeesküszik egy ködös éjszakán arra, hogy csinál egy előadást. Tehát a lényegi az a társulat volt, és nem az én prekoncepcióm volt. Hogy a pamfletszerű Csárdás királynő víziók mennyire hű tükörképei a mai magyar valóságnak, az kérdéses, ugyanakkor a Mohácsi arculat garantáltan lenyűgözi a nézőket, akkor is, ha ismerik az eredeti librettót. Hogyan lehet egy operettet modernizálni? Tehát hogyan lehet a nem visszaélve a néző szeretetével megmutatni, hogy miről szól egy darab? És én tisztelem annyira mind a Kálmánt, mind az írókat, tehát a Békefistein és társait, ahhoz, hogy próbálja megértelmezni azt a dolgot, ami valaha papírra került. Hogy Szilvia mire jutna a mai páholyokban, nem tudhatjuk. Tény azonban, hogy mi színházjáró emberek a Kaposvári Csíki Gergely Színház és a Siófoki Kálmán Imre sétány helyett a Vörösmarty Színház székesfehérvári előadását ajánljuk.